Üdvözlöm Önöket, Szalonki László agytréner vagyok. Ezen a videón az agytréner készüléknek a hangjáról beszélek néhány szót. Hogyha az agytréner készüléken kiválasztottuk a programot és elindítjuk, akkor a hangja is szépen lassan felerősödik. Ezzel az indító gombbal, amin a hangjegyek vannak, háromféle hangot tudunk beállítani. Az első, ami a gyári beállítása, az a impulzus jellegű hangadást, ahogy a videó alatt most hallani is fogják, ezt az impulzus jellegű hangot adja. És további kettő hang lehetőség van, ezzel a gombbal át lehet váltani, ha röviden megnyomjuk, akkor monaural beat hangot, illetve, hogyha tovább megyünk, binaural beat hangot lehet az agytréner készülékkel beállítani. Ezeknek a hangoknak, azon kívül, hogy ízlés szerint kicsit más a hangjuk, és van, akinek ez az jobban tetszik, azért a hatása az különböző. A legáltalánosabb hatású a hangimpulzus. Ennél a hangimpulzusos kezelésnél lehetséges az, hogy a két agyféltekét a hang segítségével is különböző frekvenciával stimuláljuk. Ez nem lehetséges a monaural beatnél, illetve a binaural beatnél, illetve van egy negyedik állása is, amikor a hangot ki tudjuk kapcsolni. Ennek a gombnak még egy fontos funkciója az, hogyha hosszú ideig nyomjuk, akkor az agytréner készülék hangjából a szívdobogás hangot ki lehet kapcsolni, illetve vissza lehet kapcsolni. A szívdobogás hang úgynevezett HRV légzés segítésére szolgál. Ezt a HRV légzést úgy tudjuk végezni, hogy két szívdobanásra beszívjuk a levegőt, kettőre pedig kifújjuk. Ez a program során ez a gyakoriság ez változik. A program egy gyorsabb lélegzetvételi sebességgel kezd, de aztán az aktív időszakra ez lecsökken 6 légzés per percre. Ennek nagy szerepe van abban, hogy elég mély, relaxált tudatállapotba tudjunk eljutni. Köszönöm a figyelmüket, hogyha tetszett, keressenek meg az internetes elérésükön, viszontlátásra!